start, elindult a nap, hetedik futama, tökéletesen sikerült az indítás az egész mezőnynek. Billy Tiger kap leggyengébben lábra, a legjobban pedig Maiden kezd Goran Mesetovicsal. Maiden elmegy vezetni, és ott van már a nyomában Médi, mögöttük pedig a harmadik pozícióban Makoni színeit látom, a favorit nagykígyú beül az ötödik helyre, a mezőny végén pedig pillanatilag Bill Tiger színeit látom. A lovak a túlsó oldal végén járnak, még mint egy jó 1000 méter van hátra a versenyből, és próbál Médi tapadni a vezető Maidenre. Maiden, Médi, nagykígyú, ez az első három sor egyet továbbra is, Little Music jól tartja magát, visszacsúszik utolsó előtti pozícióban Makoni, a mezőny végén pedig Bill Tiger, innen fog ő majd támadni. Nincsen változás az élmezőnyben, könnyen kézből vezet továbbra is Maiden, ez az első két ló sorrendje, nagy kígyó mögöttük ott van a harmadik pozícióban, nincsen változás az első három helyen, jön az utolsó 400 méter, kézből jön még Maiden, Maidét már erősebben kell lovagolni, a harmadik pozícióban nagy kígyó nem nagyon tud közelebb kerülni a verseny ezen szakaszában sem, Bill Tiger pedig egy nagyon hosszú hajrát nyitott, Maiden időközben átvette a vezetést a 300-as táblánál, Maiden 1400 méteres távon megnyerheti a versenyt, az egykori derbi nyerő, rég jön magát idézve fut a befutóban, Maiden még mindig elő van, Maiden 2-3 hosszal vezet mögötte Billy Tiger, és 6 éves Maiden, az egykori derbi győztes ismét versenyer, újra versenyer Maiden a győztes, Billy Tiger mögötte a második, Makonész pedig a harmadik. Hát ez az. Operáltunk itt, igen, hogy lesz pénz. Az, hogy Maidenre kell koncentrálni, az egyértelmű. Ugye mondtuk, hogy hát nagy kígyó a szintetikus pályát kedveli, de hát gyep ide vagy gyep oda, azért ebből a beállításból, hogy még első háromban se legyen benne, azért az mindenféleképpen óriási meglepetés. Megáll a végén Makonész. Nem véletlennek, nem véletlen nála is a fásli. Hát ugye már elsőre is ebben láttuk, messze van, egyre messzebb, hát úgy tűnik. Hát a topjától messze. Igen, tavaly jön magától. 3-2-4, azért ez így már egy egészen más kávéjáza, hogy szokták mondani. 8,1 Maiden tétszorzója, hát azért valóban Maidenben volt egyértelműen az a potenciál, amivel ezt a versenyt még meg lehetett nyerni a favorit mellett. Egy nagyon ízlet neki ez a verseny. És akkor itt nem pulózott, hiszen egész jó volt már a kezdő tempó is. Németh Sándor remekül hozta befutóban, a végén pedig ez egy biztos győzelem volt. Németh Sándornak is egy jó kis visszatérés. Ugye Maiden mellett mondtuk Makonész, csak hát éppen nagy kígyó mögé gondoltuk, nem pedig egymással. Köztük ott figyelem, van Bill Tiger. A hetedik futam nem hivatalos befutási sorrendje. 3-as, 2-es, 4-es. Ismétlem, 3-as, 2-es, 4-es. Kimerítette a 2 plusz 1-es ostor szabályt, de talán már az utolsóra sem lett volna szükség. 3-as, 2-es, 4-es, hát kibőtölt ezt az istálló, hiszen ne feledjük, 3 évesen nagyon jó volt Maiden, olyannyira, hogy megnyerte a magyar derbit. Ribárszky Sándor volt akkor az Idamár Cike Zoltán a tulajdonos. Változott a helyzet, a képlet, hiszen új tréningben van, új tulajdonban van, Soltész András a ló trénere, és a többek között a rész tulajdonosa is, hiszen a Soltész Ménes, hát elnézést Katalintól, de nekünk is csak D. Katalinként szerepel a programon, szindikalizálva futtatja Maident. Tavaly nem tudott versenyt nyerni, csak 3-szor futott, 4 éves korában sokat kihagyott, és hát nem egészségügyi probléma miatt volt kihagyása, hanem elsősorban adminisztrációs probléma miatt nem tudott futni, és akkor a régi Maident láttuk, visszavették rövidre, és szerintem lehet, hogy itt is fog maradni. Volt egyébként ilyen derbi győztesünk, gondoljanak csak Pierrot-ra, aki megnyerte a derbit, aztán öregkorában pedig a pálya egyik legjobb sprintere volt, olyannyira, hogy még a Kozma Ferenc emlékversenyben is eredményesen futott. Hát Maiden még nem sprinter, viszont itt 1400 méteren egy nagyon szép versenyt futott. Gratulálunk! Úgyhogy a nagy lovasdíj után a Szent Tamási díj is.